bátorság próbája, te akartál? Kicsodolja se, hiszen nekem itt kartot sincs. Sajnáljuk, felszerelésről a pályázó gondoskodik. Mai gyerekeknek készült ez az előadás, érthető általuk is használt poénokkal, és ha sikerül az ő hangjukon megszólalni, akkor az absztraktabb dolgok is eljutnak hozzájuk, fogalmazott a péntek délutáni bemutató után a rendező Horváth Illés. Jókai Mor kisregényét Sedjánszki Nóra dramaturg alkalmazta színpadra, mert fontos tanítása van Szaffi meséjének a nagyszínpadon. Elsősorban elfogadást, elsősorban azt, hogy az ember ne szégyelje azt, aki, ne szégyelje, hogy honnan jött, ne akarjon más lenni, hogy nem csak az arany és a gyémánt számít kincsnek a világon. Szóval nagyon sok olyan emberi lelki tartalma van, ami szerintem ennek a mesének a keretében nagyon jól interpretálható, vagy elmélyíthető gyermekeknek. Tehát azt gondolom, hogy igazi erkölcsi tanulságai vannak a történetnek, amit meseszerűen, természetesen, tehát nem bonyolultabban annál, hanem érthetően, szeretettel és humorral igyekszünk interpretálni. Én úgy látom, hogy bejött. És valóban bejött az apró közönségnek a darab. Hangos nevetés, bekiabálás volt a reakció a színpadon elhangzottakra, de az első sorból még a helyükről is felágaskodtak, hogy láthassák a kincses ládát a színpadon. Erényesség, bölcsesség, illedelmesség, vitészség, mondja a kormányzó az élet fontos elemeit említve. Nekem nagyon tetszett, mert sokáig tartott, meg jó volt. Mulatságos volt? Igen. Nem féltetek sosem? Nem. És megtanultátok, hogy mi az igazi kincs a világban? Igen. Hát a szeretet, meg a barátság. Maga a kreativitás és maga a megoldások számomra teljesen lenyűgöztek. Nagy öröm volt számomra, mert gyerekkoromban a Miskolci Színházban 8 évesen a Gülbabát édesapámmal megnézhettem, és én nagyon örülök, hogy azóta Nyíregyházán a Móricz Zsigmond Színházban rengeteg gyereket hozhattam el a színházba, és mindent meg fogok tenni, hogy a közeljövőben egyre többet jöjjenek, és ismerjék meg a színháznak azt a varázslatos világát, amit én gyerekkoromban átéreztem. Fantasztikus volt látni, ahogy a színpadon a fiatal színészek, egyetemi hallgatók és friss diplomások együtt tanulták a színházat, együtt fedezték fel a játék varázsát a gyerekekkel. Jók voltak ők is, és jó volt a közönség is. Ez a Lázár Ervin program, ez egy fantasztikus dolog, tehát most nemrég hallottam az exakt számot, hogy úgy tudom, hogy a Szaffi előadásra, mint egy 10.600 gyermeket várunk ebben az évadban, ami egy őrületes nagy szám. És ezek olyan gyermekek, akik egyébként nem biztos, hogy eljutnának színházba, enélkül a program nélkül, a Lázár Ervin program nélkül. Úgyhogy ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez egy nagyszerű vállalkozás, egy nagyszerű ajánlat a kormányzat részéről, amit igyekszünk kihasználni. Az, hogy maga az előadás, amit csináltunk, ennyire hangos sikert aratott most itt, az meg egy külön nagyon szívmelengető öröm számomra. A Lázár Ervin program szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül kínál ingyenes kulturális eseményt a kisiskolásoknak. A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban, ha a járványhelyzet engedi, 10.600 gyerek láthatja ebben a tanévben a Szaffi című mesejátékot. Na, a főbb szerepekben kettős szereposztásban játszik mások mellett Dézsi Darinka, Horváth Margit, Horváth Réka, Stau Viktória, Urmai Gábor és Gulyás Attila.